Hát figyelj, egy 6 évnyi, ha lehet így mondani, nagyon röviden. Tehát nem tudok annak úgy most így különösebb jelentőséget tudatlanítani, hogy azt, hogy 6 évet hol töltöttem. Abból a szempontból, hogy ugye itt benne vagyunk a társadalomban, meg iskolarendszerben, meg nem tudom micsoda, az egyik legalkalmasabb konstrukció volt arra, hogy nyugodtan lehessen élni. Tehát, hogy mit tudom én, ne sérüljél fel annyira itt az ügyekbe. Kicsit konform módon is, picit elitista módon is, mert biztos lehetett volna hajléktalanként is sétálgatni jobbra-balra, meg szabad művészként, meg úgy nagyon rábízni magadat az életnek az ügyeire, meg az emberekkel volt találkozásra, de én annyira nem voltam bátor, vagy nem tudom én. Meg nem is akkor, nekem kellett egy bizonyos háttér, tehát kellett az intézmény, de az intézmény az szabad volt. A képzés olyan módon, hát szerintem, mint hogy a képzőművészetére járóknak a nagyon-nagyon nagy része, talán még most is így van, nem nagyon mozgatott, hogy hogyan fogom elsajátítani a különböző számítógépes technikákat és videós dolgokat. Mondtam neked, hogy bölcsinek neveztük. Ilyen szempontból a bölcsőd elnevezés nem csak az épületnek a régi mi voltja miatt volt jó, hanem vigyázott ránk erre a sok-sok furcsa figurára. Akik nem is biztos, hogy különösebben furcsák, mint mások, csak kiszagolták itt a lehetőséget, hogy ide lehet jönni. És játékosak azok az emberek, mit tudom én, talán jobban elmerik hagyni a komfortzónájukat. Őszintében? Nem biztos, nem biztos. Művészetnek van egy ilyen titka, hogy picit azért hagyjanak békén, ne kelljen mindig amiatt aggódni, hogy éppen milyen kés áll a fejembe, és mit tudom én, micsoda. A szanatórium ebből a szempontból jó hasonlat, hogy ott is van egy biztonsági tényező, de lényegében szabadon tudsz gondolkodni. Ez a szabadság szó nagyon sokszor előkerült már, és itt nehéz fogalom, abból a szempontból, hogy ugye pap is vagyok, meg ilyesmi, és ott is a szabadság a fő központi vezérgondolat. De a szabadság mire? Most nem akarok itt filozofálgatni. Hát arra, hogy ki vagyok valójában. Biztos, hogy ez a fő kérdés. Van mondjuk olyan embertársunk, aki látszólag, vagy pedig ezt mutatja magáról, mondjuk egzisztenciális síkra vezetés, nem filozófia értelmemben, hogy mit tudom én, az számomra a fő kérdés, hogy hogyan legyen minél több lóvén mondjuk, vagy hogyan legyen extra sport teljesítményem, vagy mi jut még eszembe, hogy érjek el valami eredményt, tudományost, stb. Itt már bele lehet mondjuk a művészet is mondani. Tehát, hogy valami, mit tudom én, valami eredményszentrikus dolog veszi át benne a dolgot. Egy jó kis aláfestő zenének is elmegy ez a mobil, de hogy élekszerű legyen a dolog, fölveszem itt a izébe. Abszolút ellenes, integrális, de Tomika, várja, nem, nagyon jó. Tomika. Igen, azok egy gyors kérdésem van, Tomika. Képzeld, hogy miben vagyok benne, csak először elmondom. Mondja. Itt van egy intermédiás lány, és készít velem interjút. Olyan? De nehogy leragd, teljesen jól állsz most a képbe, hogy Tomika egyik legjobb barátom. Hallod, én meg ilyen nagy faszba vagyok, Zolika, mert nem találsz egy kulcsot. Na milyen kulcsot megtalálsz? Amivel a csúcshegyet bezártuk múlt hét hétfőn, emlékszel? A csúcshegyi művésztelepünket? Igen, múlt hét hétfőn. Igen? Bezártam a csúcshegyet egy kulcsot, azt nem hagytam az autódba, mert hazautoftál utána ürömbe. És hol ültél a kocsiba? Nagyon cink, anyós ülésen. Megnézem majd, Tomika, jó? Tudom, hogy ez ilyen cink dolog. Ez nem cink. Nem a királyba. Ez teljesen normál kérdés. Abszolút megnézem. Igen, intermédiáknak. Igen, mit üzensz az intermédiásoknak? Mire figyeljenek? És most ott mit üzenek az intermédiásoknak? Igen. Totális hatalomátvétel, pont. De mi... Semmi más nem működött. De miben, Tomika? Melyik síkokon? Mindenben, minden síkon. Tehát hatalom átvétel, Zolika. Uralkodni akarsz. Teljesen szellemi,
fizikai hatalmátvétel. Hát köszönjük szépen, Tomika. Megnézem a kulcsot. Jó? Szia, szia. Ne haragudj. Rád soha. Rohanjál. Most akkor én kérdezek tőle egy kicsit, Boglárka. Boróka, bocsi. Hogy szerinted ez egy ház öreg? Hát... Na. Elég. Milyen szempontból? Aztán arról beszélgetünk egy kicsit. Régóta létezik. Az biztos. Amúgy nagyon jól nézett ki ez a festmény mögötte. Visszahúzom? Aha. Hátra akartam dőlni. Hát figyelj, az egyház mindig modern, mert ebben a világban van. Valóban létezik egy olyan sztereotípia, és sokat találkoztam már én is ebben, hogy egy ilyen avitt, poros, mit tudom én, idős hölgyek levedlet régi, mit tudom én, koszos ruhákban közlekednek, és valami rossz imakönyvet szorongatnak a kezükben, de ez nem igaz. Már csak azért sem, mert mit tudom én, Magyarországon mutathat ilyen képet. Vagy sűrűbben találkozhat ebből az oldalával az ember. Vagy mit tudom én, ilyen élményei voltak, amikor bement valami régi templomba, de ezekhez mi nem ragaszkodunk. Tehát a küldetése leginkább az idők szavának a megértése, és mindig az aktuális beszéd. Egyházra gondolnak az emberek, akkor bilincseket éreznek, és láncokat, és megkötöttséget, és leginkább azt a kifejezést, ami valóban itt van a retorikánkban, és nagyon-nagyon fontos szerepe van, de ráolvasásként és teherként fogják föl, és mégpedig a bűnre gondolok, hogy tehát az egyház, jön valami kivénhett pap, és így görcsös ujjal rád mutogat, és azt mondja, hogy te bűnös vagy. Ez nincs. Tehát ha már itt tartunk, és ez most mindentől független, technikától, Panamától, egyebektől, a fő üzenet az egyházban az, hogy el vannak véve ezek a bűnök. Tehát meg vagy szabadítva. És itt térünk vissza a szabadság fogalmához, vagy pedig tényéhez. Ezt kéne folyamatosan hangsúlyoznunk és sugároznunk. Minden fórumon. Tudom, hogy néha nem jön össze. Isten ebbe akar benne lenni, ebbe a koszban. Tehát most ünnepeltük a karácsonyt. Hát erről szól az egész. Ez most egy kis rövid prédikáció, belefér. Tehát ott van Jézus, vagy József és Mária ugye mennek Betlehembe, mert népszámlálás van, és ugye Mária terhes, meg kell szólni Jézust. Hát mindenki tudja, még legutolsó kisgyerek is, aki már ilyen betlehemest, vagy ilyen pásztorjátékot előadott, mennek és állandóan zörgetnek az ajtón. Tük-tük-tük, van hely a szálláson? Nincs, már minden szálláshely foglalt, és járnak házról házra. Tehát még a Mária is, meg a József is emberi körülmények között valami normális helyen akart volna megszülni ezt a szegény Jézust. Hol mennek el? A retyóba. Ki oda, ott a pásztoroknak a tanyájára, a barlangistálóba. Tehát az Isten a legmélyebbre akart megérkezni. Hát ezért nem értik a pásztorok se az eseményt. Hogy király született? De hova? Ide a szalmába? Jönnek a napkeleti bölcsök, akiket szintén ilyen királyokként szoktak. Először ugye mennek Heródeshez, az uralkodóhoz. Itt született meg a király? De milyen király, segítség, stb. Mennek tovább, követik a csillagot, és megtalálják a legmélyebb ponton. Érted? Tehát az Isten ezt a világot pont a születés által egyszerűen át akarja szentelni. Eleve szent volt, én azt mondom, tehát az egész világ, amikor megteremtették, abszolút szent. Volt valami sérülés, amit nevezzünk, nem tudom minek, többféle kultúra, bár százféle történettel leírja, és úgy döntött az Úr, vagy az Isten, hogy a megromlottat nem pusztítja el, hanem belejön és újra megszenteli a jelenlétével. Hát persze, social médiát is meg akarja szentelni, a cipőmnek a talpát meg akarja szentelni, a kalapomat, a tekintetemet, az emberekhez való viszonyomat, mindent. Ilyen üzenettel senki nem jött még a világ történelembe. Senki. Tehát mindig azt mondta, hogy bűnhőgy, tör lesz, ez már nem fér bele. Tehát mindig van valami plafon. A szabadságot emlegettem, emlékszel rá? Nincs plafon.